mesekönyv színházi előadásokkal, saját, illetve felújított darabokkal, valamint saját csatornával is jelentkezett a Harlekin Bábszínház a pandémia idején. Szerdán tartott társulati ülésükön értékelték a közös munkát, amelyen elhangzott, hogy az online térben is nagyon szépen megállták a helyüket. Erről beszélgetünk most itt vendégeinkkel. Sok szeretettel köszöntjük Éri Kovács András színházigazgatót, illetve Szabados Böbe bábszínészt, és hát ne hagyjuk ki Harlit sem. Sziasztok! Aki érkezett hozzánk ide a stúdióba, és hát ugye volt szerdán ez a társulati ülés. Mit mondhatunk el a közös munkáról? Ugye igazgató úr említette, hogy mindenkinek találtak munkát ez idő alatt. Hát hogyan is nézett ki ez? Hogyan alakultak a próbák? Hogyan sikerült felkészülni? Hát a próbák jól alakultak. Tehát azzal nem volt gond, rengeteg időnk volt próbálni. Soha ennyit nem tudtunk egy darabbal foglalkozni próba folyamat alatt. Általában egy olyan 5 hét alatt bemutatunk egy darabot, de itt volt olyan darab, amit hónapokig tudtunk próbálni. Mert hogy nem volt előadás. Tehát főleg a próbákra tudtunk koncentrálni. Így aztán nagyon sok előadást előkészítettünk, de bemutatni nem tudtuk. Volt olyan, amit sikerült, például tavaly ősszel, már rögtön az évad elején sikerült egyszer eljátszanunk a Békavári uraságot például, ami egy nagyszerű dolog volt, aztán másnap már kitört a pandémia időszak. Majdnem mindegyikkel így jártunk, a drámamódszertani darabunkat is, az Otellót is eljátszottuk egy ilyen összpróbaszerűen, főpróbaszerűen, nyilvános főpróbaszerűen, de már bemutatni nem tudtuk, mert kitört a betegség, szóval nem volt könnyű, sőt a körös körül meg úgy volt, hogy már bezártam a színházat, mert már ketten is belázasodtak, de még a szabadtéren vasárnap délelőtt az a két színész, aki nem találkozott senki mással, az eljátszotta. És arra is jöttek még, de már a hétfőtől már nem lehetett játszani. Tehát ez azért ez megviselte az életünket, és nem volt könnyű, de nagyon sok olyan dolgot kitaláltunk, és nagyon kreatív volt a társulat, ami viszont amire korábban nem volt időnk. Tehát ebben az volt a fantasztikusan jó dolog, hogy fantáziálhattunk, mindenféle jó dolgot átgondoltunk, újra gondoltunk, több időnk volt magunkra, mert amikor rendszeresen játszunk, van, amikor naponta kétszer, vagy rendszeresen utazunk, nincs idő arra, hogy elgondolkodjunk azon, hogy miről is van szó igazából a bábművészetben. Így művészi értelemben, művészesztétikai értelemben, kifejezési stílusokban nagyon gazdagodtunk. És így született meg például a MOL tündér is, ami egy csodálatos előadás, amit tudtunk játszani éppen abban, volt egy két hét, amikor játszottuk is, a Motyó király is így született meg, és a felnőtteknek szóló előadások közül az Otello, illetve még nem mutattuk be, de már próbáljuk az operett estünket, ami egy fantasztikus dolog, amire egy nagyon izgalmas és érdekes történet, hogy bábokkal most megpróbálunk mi például az operett műfajába betörni, de abban azért vannak olyan részek, ami a táncdal, fesztiválok világát idézi föl, ezt is már próbáljuk, és majd bemutatjuk jövőre, és egy felnőtt előadást is előkészítettünk, és az is már nagyjából kész van. Szűcs Réka ugye két darabot is írt, és ebből sikerült az egyiket bemutatni. Hogyan fogadta a közönség? Milyen volt a visszajelzés? Hát erről beszéltem a MOL tündér, ez egy csodálatos dolog, egy fantasztikusan izgalmas és érdekes, kicsit tárgyanimációs játék, tehát ilyen fényjáték, a hagyományos, klasszikus divadlocsorné, a Fekete Színháznak a látványvilága, ami egyébként nem fekete, meg nem fehér, hanem színes, csak az az érdekesség, hogy a háttérvilág úgy van kitalálva, hogy úsznak a figurák a légben, tehát fantasztikusan izgalmas, szép előadás, tele zenével, látványos nagyon. És szöveg nélkül. Igen, hát ezt mondom, hogy zenével és látvánnyal, tehát nincs benne szöveg. Mondjad, Halli, mit szeretnél? Én azt szeretném mondani, hogy ahhoz képest, hogy eléggé csonka volt ez az évad,
úgy érzem, hogy a társulat kitett magáért, és még az online térben is meg tudtunk jelenni, hála a szuper videós csapatunknak, ugye, Sóvári Csabának és Szilner Olivérnek, ők segítettek a mesekönyvszínházak megvalósításában, meg az előadások felvételében, amit ugye hétvégente tudtunk játszani az online közönségnek. Nagyon izgalmas új terep volt ez nekünk. Ugye? Igen, igen. És azt tudni kell, hogy Olivér is és Csaba is a társulat bábszínészei, tehát ők csak úgy mellékesen kitanulták ezt is, és nagyszerű. Egyébként az egész csapat egy ilyen, mint itt a stúdióban, egy ilyen televíziós videós csapattá vált, és mindenkinek megvolt a maga szerepköre, feladatköre, hogy ki vág, ki operatőr, ki az, aki összeállítja az anyagot. És tudtunk egy teljesen új online felületet nyitni, ami az egy nagyon nagy dolog, tehát nekünk most már van egy ilyen elérhetőségünk is, hogy a hallekinonline.hu. És Bebe, te hogyan vetted ki a részed ebből a közös munkából, miben tudtál bekapcsolódni? Én ugye, mint Harley fő mozgatójaként, készítettünk ilyen videósorozatot Harleyval és Stream címmel, a Stream egérrel, mert hát ugye egér, meg a számítógépes egér így adott volt, hogy ez egy humorforrás is lehet, és akkor velük egy ilyen kis promós videóval jelentünk meg minden héten az online előadások előtt, ebben segítkeztem elsősorban, valamint felkészültünk a jövő karácsonyra is, a három fenyő mesejátékot készítettük elő, ezt még őszi időszakban csináltuk, hogy hát még akkor azt hittük, hogy akár akkor ezt is még elő tudjuk kapni, be tudjuk mutatni, de, igen. De aztán, mint a karácsonyi díszeket a dobozba, amikor eltesszük, ezt a kis mesejátékot is eltettük, de nagyon bízunk benne, hogy majd most karácsonykor bemutathatjuk. Igen, azt tudni kell, hogy a Stream cím, ugye az egy nagy találmány, mert ők vitatkoznak egymással, a Harley is, meg igen, a kisegér is, aki egyébként valódi egér, ugye azt Szücsréka játsza, tessék. És most hol van? Hát, ennek látható, de... Nálunk a promóciós figura az Harley, ez csak a... Csak annak a promóciója, hogy ezek mindig a mesék előtt, a mesekönyvszínház előtt, meg azokat a meséket, amiket fölraktunk, azelőtt megbeszélik, hogy miről lesz szó, meg csalogatják a gyerekeket otthon a képernyő elé, hogy tessék leülni, illetve nem a televízió képernyő, hanem a nem tudom, mi nézik otthon, hát gondolom, laptopokon, meg talán sokan már ki is tudják vetíteni otthon. Tehát ez egy nagyon izgalmas dolog, és ennek mi készítettünk külön egy felvezető promóciós anyagot, ez egy sorozat, amiben ők ott játszanak, viccelődnek, nagyon jó pofa. És ugye itt a mesekönyv színházi előadások is nagy sikert arattak, ez igen, miben áll ennek a sikere? A mesekönyv színház úgy született, hogy eredetileg ugye a mesekönyv, mint olyan, azt kinyitjuk, és akkor olvasgatjuk. Na most ezt élőben is csináltuk, hogy nem csak elmeséljük a mesét, hanem egy kis, ilyen kis animációs játék, ilyen kis applikációkat készítenek hozzá. Ez egy létező műfaj, amit mi ott az előcsarnokban játszottunk vasárnaponként a gyerekeknek, mindig az előadás előtt, tehát ilyen érdekességképpen. És ezt videósítottuk, rajzfilmesítettük, és ezt még gazdagabbá tettük, és föltettük az online felületre. Harley, hogyha jól tudjuk, akkor volt egy olyan rész, amikor beletekinthettél a mi szakmánkba. Ha jól tudom, akkor készült egy híradó is Harleynak. Milyen volt a mi szakmánkba? Ó, hát az nagyon izgalmas volt. Stream cínnel csináltuk, és ahogy az igazgató úr mondta, hát Stream cínnel mi mindig húzzuk egymást, meg veszekszünk, de nagy barátok vagyunk ám. És nagyon izgalmas volt, mert nem mindig sikerült ám elsőre a felvétel. Nagyon nehéz például ilyen hosszú, összefüggő szövegeket jól elmondani, érthetően, és hogy ne hibázzak. Aztán persze Stream cín mindig előbukkant, meg felbukkant, meg leesett, és akkor így nagyon vicces lett ez a mi kis híradónk. És izgultál? Igen, nagyon izgultam. Mi is szoktunk, képzeld el. Na hát! És milyen volt újra találkozni a gyerekekkel? Így Harley, téged is kérdezlek, de illetve igazgató úrat is, meg Bőbe téged is, hogy szerencsére lehetett újra. Milyen volt ez?
Nagyon nagy boldogság. Tehát, hogy olyan rég nem játszottunk, hogy hatalmas öröm volt. Tehát főleg nekik, akik ugye kimennek a színpadra. Májusban megnyitottunk, május közepén, és májustól idáig 15-16 előadást már le is játszottunk. Ez egy nagyon fontos dolog. És még most is játszunk, tehát még másodikán megyünk játszani. Azt azért tudni kell, hogy abban a pillanatban, hogy kiderült, hogy megnyitottunk, megrohamoztak minket. Főleg egyébként vidékről, tehát főleg ugye az általános iskolások milyenkor kirándulnak, és akkor mi erről híresek vagyunk, hogy minket meg lehet találni, érdemes hozzánk bejönni. Az egész előcsarnokunk egy ilyen játékváros, tehát nagyon sok minden, egy meseváros, tehát nagyon sok minden van. Szeretnek, most megnyitottuk ugye most Mesekőm színház jut eszembe, de mesepontot nyitottunk, igen. Fönn a forrás épületében egy két nagy hatalmas terem be van rendezve, egy teljesen egy mesevilág, oda is fölkirándulnak mindig. Tehát a kiránduló csoportok nagyon kedvelnek minket, és jönnek, és akkor nekik játszottunk körülbelül 15 előadás már a nyitás óta. És akkor tekintsünk egy kicsit a jövőben, mert ugye most nyáron szünet lesz, de viszont várható, vagy terve van, hogy lesz egy úgynevezett Harlekin nyár is. Igen, de ez most nem idén lesz. Az jövő nyáron ezek igen. Csak terve. Igen, ez egy nagy terv, igen, hogy Harlekin nyár. Ez úgy néz ki, hogy volt egy nagy területe a művészbejárónknál, azt most teljes mértékben be tudjuk rendezni, azt most visszakaptunk egy részt belőle, és ott egy hatalmas nagy szabadtéri színpadot fogunk fölépíteni, nézőteret, és ott fogunk játszani kint a szabadban, tehát nem kell kipakolnunk valahol a város különböző pontján, hanem közvetlenül a raktárból kivisszük a díszletet oda, és fölépítjük, és ott lehet szabadtéren. Tehát amint jó idő van, fogunk játszani nyáron. Illetve előtte még azért reméljük, hogy várható egy évad, mivel készülnek? Hát az összes eddig be nem mutatott előadásunkkal készülünk, tehát borzasztó sok előadásunk van, teljesen felszaporodott a repertoár, és zsinórba játszunk, tehát elkezdjük szeptember 3-án van az első előadásunk, és zsinórba játszunk rengeteget, amit csak lehet, meg még utaznunk is kell. Tehát nagyon sok olyan kapcsolatunk van, akik visszavárnak minket, és akkor ez a jó benne, hogy játszani van mit, de bemutatót csak összesen 2 fogunk tartani jövőre azért, mert úgy föltornyosultak a feladatok, és elmaradásokat pótolnunk kell, hogy nem fogjuk tudni. Tehát a Maszathegy című nagy, minden második évben csinálunk egy nagy bábmüziket, ez most a Presser-féle, Varró Dani-féle Maszathegy musical lesz, amit megcsinálunk, és utána még a Boriban is, Annipannit is megcsináljuk. Ez a 2 bemutatónk lesz. A többit már majdnem bemutattuk, főpróbáig eljutott, és azok most a nézők elé kerülnek, a gyerekek elé kerülnek. Minden, mire a Motyót sem játszottuk ki eléggé, a Moltődén sem játszottuk ki, a Köröskörült sem játszottuk ki. Tehát, hogy ezeket mind csináljuk, mint hogyha most mutatnánk be. És gondolom Harley is nagyon várja ezeket az előadásokat, nem tudom, melyiket várja legjobban. Nem is tudom. Hát ebben a bőbe benne van a szörnyék. Az összeset nagyon várom. És tervezzük, hogy ki is megyünk majd az óvodákba, hogyha lehetőség van rá, vagy az könnyebbség. Még egy olyan bérlet tervünk is van. Most nagyon sokat dolgozunk a jövőn. Bízunk benne, hogy meg tud valósulni igen, minden. Igen, 2 darabokat is csinálunk, ilyen kisebbeket, amiket könnyen ki tudunk utaztatni. És most volt egy ilyen igény, hogy akkor kimenjük, és az egészen az egész kicsiknek is játszunk, tehát a kis csoportosoknak is játszunk. Például a Böbe kedvenc előadása a Hinta Palinta, abban ő a főszereplő, Harley nagyon szereti nézni egyébként, és annak megcsináltuk a kicsi változatát is, a úgynevezett small size változatot. Ez egy műfaj, ez egy stílus a bábszínjátszásban, amikor karonülő gyerekek is élvezik az előadást. Reméljük, hogy így lesz, és hogy minden megvalósul abból, amit terveznek, és reméljük, hogy Harleynak is lesz majd mit néznie. Köszönjük, hogy itt voltatok, itt voltak velünk. Köszönjük szépen. Nagyon köszönjük.